Április elején vágtam bele a YouTube csatornámba. Június elejéig nagyjából ezer feliratkozó gyűlt össze, és most, másfél hónappal később, július végén több mint 40 ren vagyunk. Ezzel párhuzamosan megszaporodtak a kérdések, a személyemmel kapcsolatban is, hiszen nem csak a tartalom számít, hanem egy bizonyos pont után az is fontos, hogy ki mondja azt, amit mond. Nem akarom a személyemet és magamat előtérbe tolni, hiszen azt gondolom, hogy a tartalma fontos, amit át akarok adni. És ö, mindig is az volt a koncepcióm, hogy világmegváltó gondolataim vannak, és jobbá szeretném tenni a körülöttem levők életét. Ezek túl nagy szavak voltak. Oké, ez egy kicsit bullshit volt, de nem az, mert tényleg így gondolom. Szóval a lényeg, hogy nehezemre esik magamról beszélni, de tudom, hogy fontos az, hogy ki vagyok én, és ezt a sok kérdést leginkább egy kérdezfelelek videó formájában tudom megválaszolni nektek. Szóval én Janka vagyok, ez itt a Hormonmentes, és ma egy kérdezfelelek részt tartunk. Who the fuck Kézi Janka? Van, aki nagyon-nagyon szeret magáról beszélni, de az az igazság, hogy nekem ez mindig borzasztó nehezemre esik, úgyhogy a kedvetekért most megcsináljuk ezt a kérdezfelelek videót, de nem lesz túl sok ilyen a csatornán. Na, térjünk is a lényegre. Az életrajzi adatokkal a legegyszerűbb kezdeni, úgyhogy rengetegen kérdeztétek meg, hogy hány éves vagyok. Ez nagyon vicces téma, mert volt, aki leírta, hogy 21-22 évesen mennyire nem hiteles, hogy ezekről a témákról beszélek. Szóval most hújjon le a lepel, azok, akik gyorsan tudnak fejben számolni, ki is tudják számolni gyorsan. 1987-ben születtem, azaz 31 éves vagyok jelen pillanatban. Nagyon sok kérdés érkezett még a kapcsolati státuszomról, vagy arról, hogy van-e gyerekem. Igen, 9 éve férnél vagyok, 11 éve vagyunk együtt a férjemmel, és két kisfiam van, a kisebbik négy éves, a nagyobbik pedig hamarosan 6 éves lesz. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy mivel foglalkozom, miért ezzel kezdtem el foglalkozni, hogyan lettem termékenységtudatoktató. Termékenységtudat szakértő vagyok, és Magyarország első hormonatás fogamzásgátlási eszközöket forgalmazó webáruházának a tulajdonosa és alapítója. A vállalkozásom 2015 áprilisában indult, úgy tűnik az áprilisnál amilyen alapítós időszak, és ekkor nyitotta meg a kapuit a webshopom ahol pessariumot, mészáj lehet kapni, biospermicideket, bioóvszereket és női intim higiéniai termékeket. Ennek a webshopnak az alapötlete az teljes mértékben egyéni probléma körből jött, ugyanis magamnak kerestem biztonságos hormonmentes fogamzásgátlási megoldást a második kisfiam születése után. Erről már viszonylag sok helyen beszéltem, meg sok helyen lehet olvasni róla, hogy elmondom a vállalkozásom történetét, de tényleg nagyon-nagyon piciből indultunk, nulláról indultunk, ennek kapcsán találtam rá a termékenység tudat módszere és ami Amerikában már sokkal elterjedtebb. És egy angliai képzésen szereztem meg az oktatói képzettségemet ebben a témában. Magyarországon ez így ebben a formában még nem létező szakma. Az is kérdés volt, hogy ezzel el tudni e helyezkedni jelen pillanatban az egészségügyben. Nem, és nem is célom ennek a szakmának nem az a célja, hogy vénát szúrjak, vagy konkrét vizsgálatokat végezzek, hanem az, hogy megtanítsam a nőknek azt, hogy hogyan működik a saját testük termékenységű ciklusuk, és hogy ezt a tudást hogyan lehet fogamzásgátlásra, a baba tervezésre, vagy az egészségi állapotunk nyomkövetésére alkalmazni. Viszont az a jövőbeli céljaim közé tartozik, hogy a termékenység tudat oktató, vagy termékenység tudat szakértő, mint szakma Magyarországon is elérhető legyen majd pár éven belül. Bogi ezt kérdezte, hogy kiskoromban mi szerettem volna lenni. Hát nagyon sokáig esőerdőkutató, csak aztán rájöttem, hogy az esőerdőkben és ezeken a területeken óriási pukok élnek, amiktől pedig rettegek, úgyhogy erről az álmomról letettem, de igazából ez már mutatott abba az irányba, hogy érdekel a biológia. A másik hatalmas vágyam pedig, ami egészen sokáig kitartott, az az, hogy színésznő szerettem volna lenni. Olyannyira, hogy egyébként felvételiztem is annak idején a színművészeti főiskolára, ahol az első körben kipottyantam, de aztán nem is próbálkoztam többet, mert rájöttem, hogy nem ez lesz az én utam. Miért választottam ezt a szakmát? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye igazából egy olyan szakmáról beszélünk, ami itthon még nem is létezik, vagy ami gyakorlatilag világszinten most van kialakulóban, most alakulnak ki a szakmai sztenderdek ezzel kapcsolatban Amerikában is, amit én folyamatosan követek, és meggyőződésem, hogy nagyon sokatoknak olyan szakmája lesz, és ez nem csak az én meggyőződésem, hanem mindenféle kutatást lehet ebben a témában olvasni, hogy nagyon sokaknak, akik most középiskolában járnak, vagy általános iskolában járnak, 20 év múlva mondjuk olyan szakmájuk lesz, ami jelen pillanatban még nem is létezik. Amikor még én is középsuliba jártam, és az érettségihez közeledtem, akkor állandóan ugye ez a kérdés jött szembe, hogy na és hová jelentkeztél, mi szeretnél lenni? És én szépen felsoroltam, hogy hát én valami olyan munkát szeretnék, amivel tudok segíteni másoknak, amivel a magamura lehetek, amiben megvan a megfelelő szabadságom, amit szeretek csinálni, amiben kreatív lehetek. És akkor ezt így szépen elkezdtem sorolni, és így mindenki bólogatott, hogy mhm, uh jól van kislány, álmodoz csak. És itt vagyok tizenpár évvel később, és gyakorlatilag olyan munkám van ezzel, hogy saját cégem van, és ezzel, hogy termékenységtudatoktató vagyok, ami tökéletesen lefedi azt, amit én akkor 18 évesen elmondtam, de ehhez egyáltalán nem egyenes út vezetett. Azt is sokan kérdeztétek, hogy pontosan mit tanultam egyébként. A gimi után kommunikáció szakra mentem, ahol a BA alapszakon újságírást és rádiós tévés újságírást tanultam, utána pedig mesterképzésen nemzetközi tanulmányokra jártam. Menet közben kipróbáltam magam egy kicsit fitnessegyzőként, egy kicsit biztosítási brokerként, aztán megszülettek a kisfiaim, és utána belevágtam ugye a saját vállalkozásba. Ezt csak azért mondom el, mert azt gondolom, hogy az embernek az egyedi útja sokszor érdekes lehet mások számára. Honnan jött a Youtube csatornám ötlete? Az az igazság, hogy már amikor elkezdtem a vállalkozásomat, akkor felvetődött, hogy fú, amellett, hogy vezetem a blogomat, és van a weboldalam, és a Facebook oldalam, és Facebook csoportom, és sok embert elérek, jó lenne kijebb lépni ebből a körből, és mondjuk a Youtube-on is beszélni ezekről a témákról, amiket fontosnak tartok de akkor még nem éreztem magamban sem elég erőt ehhez, sem elég időm nem volt rá a két kicsi mellett, akikkel ugye otthon voltam ebben az időszakban. Igazából most idén jutottam el odáig, hogy jó, akkor vágjunk bele, mert, mert láttam azt már hogy vannak olyan csatornák, amik tudományos témában ö, vannak, magyar nyelven, és el lehet érni vele megfelelő mennyiségű embert, és van erre igény, és van erre érdeklődés, és azt hiszem kellett az is, hogy lelkileg erősnek érezzem magam ahhoz, hogy belevágjak ebbe az egészbe. Miért hormonmentes a neve? Hát ez igazából egy teljesen egyszerű döntés volt, ugye hormonmentes.hu a weboldalam, a Facebook oldal is ezen a néven fut, és gyakorlatilag úgy voltam vele az elején, hogy jó, hát akkor miért választanám le a csatornát, miért legyen más a neve, mint a weboldalamnak, vagy a Facebook oldalamnak, úgyhogy ezért lett hormonmentes a csatorna. Rajna járon kérdezi, hogy mennyi időmet tölöm bele a Youtube-ba, mennyi ideig tart a felkészülés, a felvétel, a vágás, és hát az az igazság, hogy baromi sok időmet tölöm vele. Az előkészületek is azért simán benne vannak legalább legalább egy napos munka az, hogy összeszedjem az anyagokat, a kutatásokat. Ugye mindig kutatásokra hivatkozom, abszolút igyekszem tudományos alapon megközelíteni minden témát, amihez hozzányúlok, és még akkor is, hogyha ez a szakmám, és ezt tanultam, és jártas vagyok a biológiában, akkor is az egy külön feladat, hogy összeszedjem azokat az információkat, amik egy-egy témakörhöz szükségesek. Aztán természetesen ott van magának a videónak a felvétele, amiről tudni kell, hogy én most még ilyen nagyon kis kezdetleges módon telefonnal veszem fel a videókat, és lámpámban egy kis mikrofonom van hozzá. Aztán természetesen, még visszatérve a kérdésre a vágással is, nagyon sok idő elmegy, úgyhogy összesen nettó két munkanapot biztos eltöltök egy-egy videó elkészítésével. Hogyha a férjemet kérdezitek, akkor azt fogja mondani, hogy többet. De abszolút látom ennek az értékét, és látom azt, hogy hová tud még kifutni ez a csatorna. Tudom azt, hogy milyen céljaim vannak vele, úgyhogy én most azt mondom, hogy jelen pillanatban ez abszolút megéri. Nagyon-nagyon szuper kérdés és szívmelegető kérdés számomra, hogy, hogy jelenleg mit gondolok, hány nőnek tudtam segíteni Magyarországon a termékenység tudattal. És azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem nagyon soknak a YouTube előtti életemben is volt már egy viszonylag nagy követőbázisom, akik meg is maradtak természetesen azóta is. És ugye a termékenység tudatot én online tanfolyam formájában oktatom, amit most már az elmúlt két évben Hát több mint 300 nő elvégzett, és azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus visszajelzéseket kapok arról, hogy hogyan változtatta meg az életüket a termékenységtudat, hogy hányaknak segített közelebb kerülni saját magukhoz az, hogy megismerték a ciklusuk testük működését. És ami csodálatos az az, hogy hányaknak jött össze a vágyott kisbaba a módszer segítségével, és... és rendszeresen posztolják a Facebook csoportba a lányok a, a pozitív teszteket, vagy azt, hogy hogy megszületett a kisbabájuk, akire olyan régen vártak, és ez, ez mindig csodálatos érzéssel tölt el. Szóval akár onnan is nézem, büszkén mondhatom, hogy már több száz nőnek tudtam segíteni a módszer segítségével. És itt a csatornán pedig remélem, hogy még többeknek, mert rengeteg olyan visszajelzést kapok tőletek, hogy hogy mennyire sokat segít egy, -egy videóm, hány kérdésre ad választ egy, -egy videóm, úgyhogy, úgyhogy ez az, amiért megéri csinálni. Sokan kérdeztétek, hogy nem kínos -e nekem ezekről a témákról beszélni a kamera előtt, vagy eljátszani bizonyos dolgokat, vagy elmondani bizonyos dolgokat. Drágáim, hogyha kínos lenne számomra, akkor nem beszélnék róla. Ez egy nagyon jó kérdés. Szia, az én kérdésem az lenne, hogy milyen hatással vannak rád a videóid alatt hagyott többnyire korlátolt értelmi képességgel rendelkező emberektől a kifejezetten debil, gyerekes hozzászólások. Hát egy részről ezek nagy részét valószínűleg tényleg gyerekek hagyják ott, és azt gondolják, hogy ettől menők, vagy ez most nekik tök izgalmas, hogy leírják azt, hogy kukac, ezzel nem tudok mit kezdeni. Az az igazság, hogy amikor volt ez a nagy ugrás a feliratkozók számában, akkor természetesen ezzel párhuzamosan megjelentek a negatív kommentek is, és azok is, akik csak trollkodni jönnek. Én erre maximálisan fel voltam készülve, hogyha beleállok egy ilyen témakörbe, a felvilágosítás témakörébe, a szexről fogok beszélni, vagy szexről is fogok beszélni, akkor biztosan megjelennek az ilyen bögbosznának típusú kommentek. Ezt én tudtam erre lelkileg fel voltam készülve, arra viszont nem, hogy még így is, amikor bekövetkezett ez a nagy ugrás, egy kicsit megviselt. Ott volt egy-két nap, amikor, amikor úgy, úgy, nem nagyon tudtam mit kezdeni magammal, és úgy sokkolt az, hogy a nagyon sok pozitívum mellett azért elég sok negatív megnyilvánulás is jött. És ez el is gondolkoztatott, hogy engem egy erős önképpen rendelkező felnőtt nőt így meg tud érinteni az, ha csak egy napra is, hogy milyen hozzászólások jönnek, akkor mi játszódhat le mondjuk egy, egy kisgyerekben, vagy egy fiatalkorúban, aki elindít egy csatornát, és, és és megkapja ugyanezt a mennyiségű szart a nyakában adjából. Ezért is találtam ki ezt az egész lépszintet, hashtages dolgot, mert azt gondolom, hogy ez is arra irányul, hogy, hogy pozitívan fejezzük ki magunkat, és tényleg ne csak a rosszal foglalkozunk, vagy ne lehúzzunk másokat, hanem legalább pozitív irányba próbáljuk terelni a dolgokat. Mikor veszítetted el? Mi? Tegnap még meg volt. Mi a véleményed a melegekről? Hát ez olyan, mintha megkérdeznétek, hogy mi a véleményem a barnahajúakról, vagy a kékszeműekről igazából. Milyen véleményt lehetne erről mondani? Viszont ha azt kérdeznétek, hogy mi a véleményem a homofóbokról, és a homofóbiáról, akkor az ugye egy választott cselekvési forma, egy választott megnyilvánulás, úgyhogy arra csak azt tudom mondani, hogy engem nem zavar, csak csinálják a négy fal között. Mi az élet értelme? 42. Sokan félreértettek a kérdezfelelkes poszt kapcsán, és olyan kérdést tettek fel, amikben privát egészségügyi problémára, vagy, 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 privát lelki problémára vártak megoldást tőlem. Az az igazság, hogy rengeteg ilyen üzenetet kapok a Facebook oldalon is, a weboldalamon is akár, és az Instagramon még többet, és üzenetben, online fórumon, privát módon, egészségügyi problémára, Magánélettel kapcsolatos kérdésekre vagy lelki problémákra egyszerűen nem tudok segítséget nyújtani. Látom ebből, hogy nagyon nagy ö, problémakör, hogy nincs kihez fordulni ezekkel a kérdésekkel, de ennek ellenére sem tudok egyénileg mindenkinek a kérdésére válaszolni. Egy, ami nagyon fontos, hogy nincsen rá kapacitásom és időm, hogy mindenkinek egyenként válaszoljak, mert azt gondolod, és nagyon sokan azt gondoljátok, hogy fú, egy kérdést csak fölteszek, és hát arra miért nem lehet arra az egy kérdésre gyorsan válaszolni. Csak az ti nem tudjátok, hogy én kapok mondjuk napi 50 ilyen üzenetet, és ha mindegyikre csak 5 percet szánnék, akkor számoljátok ki, hogy hány órán menne el egy napból. Úgyhogy semmi más nem csináltam, csak az üzenetekre válaszolok, és ráadásul ugye nyilván, hogyha válaszolok, akkor utána van visszakérdezés, akkor még egy választ. Tehát nem, ez így nem működik. Kettő. Nem vagyok orvos, nem vagyok pszichológus. A legtöbb probléma, amivel megkerestek, az vagy egészségügyi probléma, vagy olyan lelki eredetű dolog, amivel már szakemberhez érdemes fordulni. A harmadik. Tudom, hogy megbíztok bennem a videóim alapján, de igazából ijesztő is számomra az, hogy azért, mert láttok valakit egy videóban beszélni valamilyen intim témáról, már úgy érzitek, hogy a legbelső problémáitokat megoszthatjátok vele. És ennyire nem szabadna bíznotok senkiben, csak azért, mert látjátok az online térben. És az is egy fontos információ, amit ti nem tudhattok, hogy nyilván én céges szinten működöm. Tehát az üzeneteket, amiket mondjuk a Facebook oldalra írtok, vagy az e-mailemre írtok, azokat nem csak én olvasom, hanem a mögöttem álló logisztika is. Viszont látom az igényt, hogy vannak olyan kérdések, amivel mindenképpen szeretnétek hozzám fordulni, és amikre igazából akár tudnék is választ adni, ha más nem, akkor megnyugtatást, vagy ha más nem, akkor megmondom, hogy milyen szakemberhez érdemes fordulni. És azt gondoltam ki, hogy erre majd fogok csinálni YouTube live-okat, amiben akkor ott vagyok egy óráig, és akkor fel lehet tenni a kérdéseket, és amire jut idő, arra jut idő, amire nem, nem. Ennek a rendszerét még éppen kidolgozom, hogy ezt hogyan lehetne jól megvalósítani, de legyetek türelemmel, és akkor majd ott fel tudjátok tenni a kérdéseiteket. Egyébként természetesen azok az üzenetek nagyon jó lesznek, amiben leírjátok, hogy mennyit jelent nektek a csatorna, vagy mennyit segített nektek egy-egy tartalmam, vagy amiben esetleg videóötleteket adtok, hiszen, hiszen ez, ezt sokat tud segíteni, hogy mit vegyek előre. Egyébként összeírtam, vagy 150-200 videótémát már a legelején, úgyhogy ne aggódjatok, bőven van téma, nem fogok kifogyni belőle a következő két-három évben. Kövessetek az Instagramon is, hiszen ez a kérdezfelelek videóhoz is ott lehetett kérdéseket feltenni, úgyhogy ha nem szeretnétek ilyenekből kimaradni, akkor csatlakozzatok ott is hozzám. Megtaláltok még a Facebook oldalon és a weboldalamon is. És ne felejtjétek, Maradjatok kíváncsiak!